Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával! Egy egyszerű feladatot fogunk elvégezni. Beosztjuk szépen a munkaidőnket, amit a gép előtt fogunk elvégezni. Már régebben kitalálták azt, hogy mondjuk, ha folyamatosan dolgozik az ember 2-3-4-5 akárhány órát a számítógép előtt, megszakítás nélkül, de egyébként máshol is így van, akkor a végére a hatékonysága akkorát esik, mint a lejtett kő. Hát kitalálták azt, hogy bizonyos időszakonként be kéne valahogy iktatni valamilyen szünetet. Oké, 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 természetesen mindenki tudja, iskolába jártunk, 45 perc munka volt folyamatosan, hát ezek voltak a tanórák, természetesen mindenki tudja, elkalandozott ott is a figyelmünk, de tételezzük fel, hogy folyamatosan figyeltünk. Na hát 45 perc az elég hosszú. Utána beiktattak egy szünetet, 10-15 percet szünetet, amikor lehetett lazítani. Na hát ezt az elvet is át tudjuk tenni oda, amivel mi dolgozunk, a számítógép. Én csak saját magamról tudok beszélni. Én olyan jó 10 évet, 12 inkább már folyamatosan azt csinálom, hogy bizonyos ütem szerint tartok egy pár perc szünetet. Ez a Pomodoro elv. Azaz, legyen 25 perc kemény munka, 5 perc szünet. 25 perc kemény munka, 5 perc szünet. És esetlegesen az ilyen hosszabb és komolyabb és odafigyelős, koncentrált munka és egy kis szünet, meg megint koncentrálás, kipihent adjal, kipihent szemmel, tudom, 5 perc nem sok, de ennyit szoktam magamnak megengedni, az sokkal hatékonyabbá tette a munkámat, az odafigyelést és a koncentrációt, a hatékonyságot, azaz a végére, tehát az eltelt idő végére sokkal többet és sokkal kényelmesebben, jobban és hatékonyabban el tudtam végezni, ha megszakítottam a feladatokat 5 perc kényszer szünettel, hogy így mondjam, mint hogyha folyamatosan nyomtam volna a gépet mondjuk 4 órán keresztül. Oké, okay? tehát ez egy jó kis elf. Na hát ehhez van ez a kis programocska, aminek az a neve, hogy Pomatez. Ezt meg kell keresni a github és utána letölteni a megfelelő dolgot, de természetesen letöltés előtt, mit csinál az ember? Elolvassa a leírást. Tehát, hogyha felmentek a kiírt honlapra, és elolvassátok az összes leírást, akkor már mindent tudni fogtok. Rá kell keresni, érdekes kis program, és a letöltés nagyon jó dolog. Illetve nem is azt mondom, hogy letöltés nagyon jó dolog, mert ez egy fura, mert persze le kell tölteni, hogy használni tudjuk, de igazándiból nagyon megtetszett az, hogy itt aztán mindenre, akármilyen operációs rendszerre, architektúrára ott van ez a kis programocska. Én azt találtam ki, mivel ez a programocska jelenleg ilyen tesztelés alatt van, akkor nem telepítem a gépemre, hanem apimics-ben fogom használni. Nagyon kényelmes, megkeresi az ember azt az apimics-et, ami számára fontos, de Debian meg RPM csomagban is megvan, tehát amik tetszik, azt fogod használni. Ehhez hasonló kis panelt fogunk kapni. Mi az elf? Az az elf, hogy 25 percenként nekem valaki szóljon, hogy egy picit légy szíves már pihenni, menjél kávézni, teázni, sörözni. Logikus. Nem kell ennél több. Nekem nem kell olyan, ami mindenfajta taszkokat, munkafolyamatokat, egyebeket naplóz nekem, egyebeket csinál. Nekem az kell, hogy csörögjön a gép, hogy 25 perc letellett. És akkor bizony le tudjam tenni az egeret, a billentyűzetet, és akkor azt mondom, hogy pihi van. Ezt tudja, semmi más nem tud, illetve egy picit jobban tudja ezt, mint a többi program, de nincs agyon bonyolítva, ezt tetszett meg nekem, és valószínű ezt fogom én használni, mert van egy kis munkafolyamat listája, meg maga az időzítő. Tehát én azért úgy nagyjából szeretem összeszedegetni, hogy milyen munkafolyamatokat kell megcsinálni, és természetesen jó lenne, hogyha csörögne, hogyha lejárt a 25 perc, 19 perc, 26 Másodperc múlva én bizony egy kis szünetet fogok tartani. Nyilvánvalóan hogyan működik? Letöltöd, elindítod és ezt kapod. Nyilván le tudod állítani, ezt nem, ezt nem mert én úgy állítottam be, hogy ne lehessen. Le tudod állítani, a visszaszámlálót visszamegy nullára, csörödni, illetve nekem képi üzenetet is fog küldeni az értesítő felületre idele. Nagyon szuper, oké, okay. ennyi. Hát igazából erről többet nem lehet elmondani, de... De én úgy gondolom, hogy egy picit még beszéljünk róla. Van egy task lista. Lehet ilyen munka folyamat listát összeállítani, például, hogy hát nekem kettő darab videót érdemes lesz megcsinálni így a hétvégén, még nincs hétvége, de péntek délután van, és az már nálam hétvége, azt meg különben egy elszámolást el kell készíteni. Ez a feladat a hétvégére, és ez bizony föl van ideírva. Ennélkül is meg lehetne lenni, erre is van ilyen task listák, to listákra, rengeteg programoska, de ez egy kis segítség, hogy én bizony itt és akkor és most ezt szeretném elvégezni. Következő konfigurálás. A konfiguráció szabályok nagyon egyszerűek, megadod azt, az fe, megadod, hogy mennyi id Megadod azt, hogy mennyi ideig szeretnél, tudsz vagy akarsz fókuszálni a munkára. Nagyon jó ez a dolog, most inkább a programon kívül azt mondom, hogy maga az elv nagyon jó, mert ha tudom azt, hogy 20, 25, 30, 40, 45 percét folyamatosan tudok én keményen, komolyan keményen koncentrálni és csinálni, akkor be tudom állítani, és amikor már tudom, hogy nekem az egy picit sok és jó lenne egy kis szünet, akkor szólni fog a gép. Tehát az első csúszkával beállítjuk azt, hogy milyen hosszú legyen a munkaidőnk. A második csúszkával be tudjuk állítani, hogy 5 perces szüneteket szeretnénk. Ha magad osztod be az idődet, nyilvánvalóan arról beszélek, nem arról, hogy van egy gép, és akkor neked ott dolgozni kell, és négy óránként tartasz, két óránként tarthat szünetet, ott igazából adottak ezek, de én nekem az öt perc az pontosan elég, arra, hogy elvégezzem azokat a kávézást, teázást, ücsévást, vagy egyebet, amikkel, és egy picit lelazuljon az a Munkakényszer, hogy csinálni kell azt a munkát, lelazuljon, kipiheni magát az embernek a szervezete, az agya, és 5 perc után ő szól, hogy oké, okay, oké, okay, nekiállhatsz dolgozni, illetve van még kettő darab beállítási lehetőség, a hosszú szünetek. A hosszú szünet azt jelenti, hogy Hát bizony, itt mindig azt mondtam, hogy 25 perc meg 5 perc, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy két ciklus az egy óra, de megadhatod a következő beállításnál, hogy hány ilyen kört fusson le, és utána legyen egy hosszú szünet. Tehát nagyon jól bekonfigurálhatod, hogyha magad döntesz a munkafolyamat, a munka, az elvégzendő munka idő beosztás szerint, jól bekonfigurálhatod, hogy neked pontosan megfeleljen, és utána lehet olyan speciális beállításokat tenni, én ezek nem használtam, nekem pontosan kényelmes az, mivel hogy én nekem a ciklus időm mindig 2 óra, és utána egy picit hosszabb ideig tartok szünetet, az pontosan megfelel, tehát nem variáltam agyon a dolgokat. Itt van a timer, amit előbb láttátok, a szokásos dolog, itt észrevehetétek, hogy én már a négy ciklusból a negyedikbe vagyok, azaz mindjárt 19 perc múlva szünetet fogok tartani. A setting beállítások igazából nem nagyon kell hozzányúlni, át kell nézni, hogy mit szeretnél beállítani, mit nem szeretnél beállítani. Mindig látható felület legyen, felül legyen. Ez azt jelenti, hogy az a panel, amit mi látunk, én át szoktam tenni a szélső monitorra, az mindig felül legyen és tudd az időt nyilvánvalóan videó rögzítés közben, vagy egyéb olyan munka közben, amikor Hát bizony nem jó, hogy letakarja, akkor ne ezt használ de én szeretem ezt beállítani. Mindig felül legyen kompakt mód. Az, hogy picikek ilyen módban van. Tehát, ha visszakattintunk, akkor legördül. Tehát ezt tudod beállítani. Nyilván kompakt módban szeretem használni, kisebb felületet foglal el. Az egész képernyőt monitorodat leblokkolja akkor, hogyha éppen lejár a 25 perc. Szeretnéd, vagy nem? Elég, hogy üzenő falon kéri, ahogy most aztán lejár. Tehát ezeket a ciklusokat hogyan jelezze, nyilván, hogyha a csörgéssel, illetve kírása az elegendő, de hogyha rá szeretnéd magadat kényszeríteni, hogy semmiképp ne tudjál a géppel akármit csinálni, akkor beállítod a teljes képernyő szünetet, akkor nem enged a képernyőthöz nyúlni. Egy kicsik is hiba, vagy a leírás is mondja, akkor, amikor több monitor van, akkor az fő képernyőt állítja le, illetve avval nem enged dolgozni. Én ezt így nem szoktam használni, nekem elég a csörgés, elég fegyelmezetten tudom a szüneteket követni. következőt mindenképp beállítjuk. Ez azt jelenti, hogy nem tudod kikapcsolni a ütemezőt. Nem tudod azt mondani, hogy ne számoljon vissza, ne legyen az 5 perces szünetnél végénél elején jelzésed, hanem ez folyamatosan dolgozni fog. Azaz, ha olyan a munkatempót, hogy valóban belefeledkezel valamibe, és igazából kinyomod a ébresztő e órát, hogy úgy mondjam, és egy kicsit még dolgozni vagy szundizni akarsz, akkor ezt létszves bekapcsolni, mert ez nem engedi azt, hogy te a számlálót leállítsd ez nagyon kényelmes. A következő, hogy milyen módok vannak, hogy sötét vagy világos, magad fogod eldönteni. Vannak különböző beállítások, a minimalizálás, vagy hogyha lezárod, akkor a panelra kerüljön. Ezeket át kell nézni, nem szoktam ezeket használni. Illetve vannak ilyenek, hogy, a, a, vannak ilyenek, hogy milyen típusú legyen az értesítés, ne legyen normál érték, normál értesítés legyen, vagy extra. A extra azt jelenti, hogy a lejárat előtt figyelmeztetni fog, hogy bizony, azt hiszem 10 vagy 20 másodperc meg kéne nézni a leírás, de ennyire nem érdekelt a dolog. Előtte riasztást tesz egy kis panelba, kérja, hogy még egy pici időd van, és egy pici idő múlva ez a riasztás meg fog történni. Nagyon-nagyon egyszerű, vannak olyan, hát előre konfigurált, de tervben van leírás szerint a gyors billentyűk testre szabhatósága, vannak előre konfigurált gyors billentyűk, én bevallom őszintén nem szoktam használni, nálam ez az eszköz, ahogy mondtam, tesztüzemben van, és bizony, és bizony nem akarok én ezzel annyira foglalkozni, hogy gyors billentyűk legyenek, ráadásul, és látható hogy itt inkább a szövegekkel való kimásol, bemásol, egyéb dolgokat lehet állogatni, valóban a task listát, azt az előzőleg mutatott kis listácskát lehet bemásolni, kimásolni, meg egyéb, ez engem annyira nem érdekel, én gyorsan összedobom a trendő listát és elvégzem. Azaz, miről beszéltünk? Nagyon egyszerű dologról beszéltünk. Ha valaki számítógéppel dolgozik, hát bizony az jó lenne, hogyha időnként kapna 5 perc szünetet. Megadhatjuk ezzel a programmal, hogy mennyi legyen a munkafolyamat és mennyi legyen a szünet. Ő, és ő ezt követni fogja, megadhatjuk, hogy hány ilyen ciklus után legyen szíves egy hosszabb nagy szünetet, vagy tizórai szünetnek szokták ezt hívni az iskolába, egy nagy szünetet beiktatni, és utána újraindul a munkafolyamat, nálam a négy darab ciklus, ami az én beállításom szerint egyébként a Pomodoro elf szerint ez bizony 25 plusz 5 perc, azaz egy ciklus fél óra, két ciklus egy óra, tehát ilyen jó kerek számokkal érdemes dolgozni, Remélem, én mindenkinek meghoztam a kedvét arra, hogy egy valamilyen egy ciklikusságot a munkájába iktasson be, és az iktatáshoz, tehát az, hogy kikényszerítsd magadnak, hogy riasztást kapjál, mert természetesen nem fogjuk állandóan az óránkat nézni, míg még van három -e perc, vagy hol tartunk a munka, vagy a szünet folyamán, be lehet a mobiltelefont is állítani, de az már nekem túl macerás, számítógéppel dolgozunk, legyen ott egy ilyen kis programocska, és ő ezt a feladatot nagyon szépen ellátja. Valóban egy csak egy időzítő, aminek a beállítását fél másodperc alatt meg lehet tenni, el lehet olvasni a leírást, egy kicsit bővebben elmondja azt, amit én elmondtam, és utána jó egészséggel lehet használni, kell az ilyen beiktatott szünet, mert sokkal aktívabban produktívabban tud az ember dolgozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!